200 000, 250, amennyi fog kivenni. De a kutya ki szép a szemed, Norbó, tudom. Mit mond? Szép a szemem, azért mert ilyen húzott. Jézus Norbi, milyen majom fejed van, ami tényleg nagyon majom fejed van így. Takarodjatok már. Kelépek a gecbe. De hát ez igaz. Jó van. Olyan szép valaki írt rám amúgy, és követett be. Micsoda? Olyan szép valaki írt rám, és követett be. Tényleg? Hogy meghalok írta. Azonnal vissza is követte. Bolonduljál meg. Hát írta nekem, hogy kövessen vissza, az visszakövette. Na hát! Azt a 100 000-re leírek, kövess vissza, visszakövetsz. De nem ő kivételesen szép volt. Gondolom mennyire. Hát nagyon. Nincs is majom fejed szép. Jó, engem hagyjatok, nem érdekeltek. Ay, mode. Lemondtam. Lemondtam erről a live-ról. Bobsam, love your very Bobsam. I love your body. Bobsam, yours. Utánozod Lili a Norbit, de nem leszel olyan, mint jaj. De kár. Pedig ez volt az élet célom, hogy egyszer találjak egy embert, akit utánozhatok. Mert annyira nem vagyok egyedi. Norbi, a fiúkat szereted? Én mindenkit szeretek. Kivétel, akit nem, de azt nagyon nem. Ja. Lili, nézd, mit találtam. Még télről. Animal Planet, ez mi a fasz? Ez a living room-os buli. Ja. Eltöttem emlékbe. Jézusom. De nagy. Hát álmodtam. Emberek, a Lili Szabolcsi eddig is így beszélt, csak előttünk nem annyiszor. Szabolcsi vagyok, amúgy is tájszólásom van. Leszarom. Én is mamáiktól tanultam. Amúgy vodkát rá. Nem szabad. Én is mamáiktól tanultam, és ők is szabolcsiak. Mert a Szabolcsban tényleg van egy ilyen tájszólás. Ezt lehet hallani. Nyilván nem mindenkinek, de én pont oda kerültem, ahol mondjuk én Törzsgyökeres pesti vagyok, és mégis. Jó, mondjuk nem igazából beszélek úgy, ahogy szoktam, de... Hát jó, de hiába vagy Törzsgyökeres pesti, hogyha nagyanyádék szabolcsiak úgy beszélnek előtted, kiskorod óta hallod, hogy úgy beszélnek előtted, érted? Mm. Norbi, te kis örömhozó. Örömhozó. Lili, ha írok vissza, írsz. Nem írok vissza senkinek, sajnos. Hogy lehet ez, hogy ti ilyenkor fent vagytok? Úgy, drágám, hogy én még nem aludtam. Tegnap óta. Én meg aludtam csak. Az embernek dolga volt, az haza kellett hoznia. Lelettem koktatva. Töltött káposzta life forever. Ó, oh, de jó. Jaj, én már ma főzök valamit, Norbi. Mit főzzek ma? Faszokot. Tényleg, de gyere már át, Norbi. Addig elmegyek, bevásztok. Jaj. Valamit. Jaj. Főzök valamit, azt mondta, menjünk valahova. Erőm nincs odáig elmenni. Jaj, geci, de miért vagy ilyen? He, nem aludtam. Jó, de főzni akarok valamit, csak mi? Paprikás krumpli? Hát honnan tudjam, mit kívánsz? Nem tudom, most hirtelen paprikás krumpli jutott eszembe, vagy pedig kukoricás rizsát tejszínes csirkével. Melyik legyen? De segíts már, mert tudod, bazd meg, hogy nem magamra főzöl. Csak akkor főzök, ha átjössz. Jaj. Ne kényeskedj már. Megtenni azt a nagy távot megint, Istenem. Felszállsz tömegközlekedési eszközre.
De én taxival szeretnék menni. De most tömegközlekedési eszközzel fogsz jönni. Nem, szerintem megoldom. Te elhozatod magad valakivel. Na, de tényleg mit főzek, Norbi? Melyik legyen? Paprikás krumpli vagy rizses sirke? Tudod, melyiket mondom? Pinaszőrös csirke. De nincsen pinaszőr itthon. Nekem sincs sajnos. Venni meg nem hiszem, hogy akarok. Elfúj. Kukoricás, rizs, tejszínes csirkével, azt írja mindenki. Legyen az, mert azt az ember is. Ha legyen. Ezt hallgatom, én nem főztem neki. Jó. Hány éves vagy, Norbi? 20. 12. Az a baj, legutóbb is paprikás krumplit csináltam, azt most nem akarok. De akkor főzöd a másikat. Na, de az jó. Kukorica pont van, és itthon rizs is van szerintem. El kell mennem tejszínt venni, csirkét. Nem tudom, hogy az van-e itt a kisboltban, vagy el kell mennie a Spárba. Mondjuk lehet tényleg el kéne mennem a Spárba, mert itt a kisboltban nincsen táp, macskatáp, csak ilyen, tudod, szószos kaja. Tudom. Hát, Cseszlám! Mellé te mennyi vagy, 9? Hát körülbelül te vagy 9. Én nem. Lili, esemben lesz valamikor fit, nem? Miért nem szoktál visszaírni? Ezt már nagyon sokszor kifejtettem, hogy miért nem bírok vissza. Ember, van barátod, Lili, hát az túlzás nincsen. Erős túlzásokban. Nagyon sokszor kifejtettem már, hogy miért nem írok vissza. Szerintem nem kell még egyszer. Mert nem kíváncsi rátok. Nem azért nem írok vissza, mert nem vagyok kíváncsi rátok. A Spárba jó a filézett csirke, mert nem szeretek filézett csirke mellett venni. Rendes egybe csirke mellett szeretek venni. Ami jó egybe van, tudjátok, az jó nagy. Lili, neked van szerintem... Nincs. Szerintem, ha valakit megverek az utcán. Ne legyél ma kényes bolond, mert jó kedvem van ma. Norbi, mint a kaktusz. I just love my puppy dog eyes. Hallgatod? Nem. Akkor hogy jutott az? Csak most ez van a fejem. A sztárok manapság nem írnak vissza. Itt nem arról van szó, hogy sztárok vagyunk, és ezért nem írunk vissza. Ezt már hagyjatok, de elmondom akkor szívesen még egyszer. 286.000 ember követ. Napi szinten majdnem 10.000 üzenetet kapok. Összesen. Ha egy embernek válaszolok, akkor már az összesnek válaszolnom kéne. De ha pár embernek válaszolok, akkor utána az van, hogy engedélykérésből az elsődleges... Fejezd már be, Norbi. Az engedélykérések közül az elsődleges üzenetben helyezi át az ember. És ez azt jelenti, hogy ők elkezdenek nekem éjjel-nappal irogatni. Én ettől nem tudok dolgozni, mert vittyek folyamatosan a telefonom. Nem tudom élni a magánéletem, mert vittyek folyamatosan a telefonom. Ezért nem írok vissza senkinek. És ezt vagy megértitek, vagy nem. De 286.000 emberrel nem tudok beszélgetni. Nem tudok mindenkinek. Nem tudom mindenkinek meghallgatni a problémáját, meg nem tudom visszaírni mindenkinek azt, hogy köszönöm, hogy hallgatsz. Ezért mondom el minden nap kb. Norbi nem bír magával, nem, de mindjárt szájba vágom. Nekem most a válaszolsz, Lili. Most mondtam el, hogy nem válaszolok, mert akkor éjjel-nappal irogatnátok. Így is van egy-két elsődleges behelyezve egy-két ember, egy-két fanoldal, akik 0-24 megállás nélkül irogatnak, és nekem csak pittyeg a telefonom. És én meg a telefonomon dolgozok, és kurva zavarom, mikor dolgozok, és közben pittyeg a telefonom. Ezért nem válaszolok. Olvasod az egyébként olvasom az engedélykéréseket folyamatosan, és mindenkinek az üzenetét elolvasom. Ja, nem tudok rá válaszolni. Figyó, én tudnék rá válaszolni, de nem fogok. Bocs. Neked hányan írnak kb. Egy nap? Nekem kb.